Megrima szó, hogy ízlik a kaja? Ízlik a lecsó? Akkor egy nagy hang. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ma egy saksuka nevezetű lecsót fogok elkészíteni, ez egy keleti recept. Erre úgy akadtam rá, hogy bókláztam a neten, ugye most érik a paradicsom és a paprika, és már egyszer bemutattam, hogy hogyan készül a francia lecsó, illetve hogyan készül a hagyományos magyar lecsó szalonnával, tojással, kolbásszal. És most egy olyan receptet kerestem, amit még eddig nem is kóstoltunk, illetve nem is csináltam. Így akadtam rá erre a saksuka nevezetű receptre. Ezt külföldi oldalról fordítottam le a receptet, amihez nincsen más a szükség, mint egy kis olívaolajra. Ebbe egy nagy fejhagymát és pár gereszt fokhagymát meg kell pirítani. Amikor megdinsztelődött a hagyma, akkor bele kell rakni a paprikát, majd kicsivel később bele kell rakni a paradicsomot, egy paradicsomkonzervet, egy kis csipetnyi cukrot, meg kell sózni, majd őrölt bors, piros paprika és köménymag fog még belekerülni. Az igazi eredeti recept az még ír csilit, illetve csilipelyhet, de én ezt a kisfilm miatt ki fogom most ebből hagyni, és hát akkor el is kezdem csinálni, tartsatok velem, remélem, hogy egy nagyon finom étel fog belőle készülni. Készült saksuka. Én megkóstoltam már egy kis kanállal, nagyon finom.